Múlt pénteken Alexander Vucic szerb kormányfővel tárgyalt Pásztor István a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Ennek kapcsán beszélgetünk most a közügyekben. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Köszön. Istvánt, a VMS elnökét. Jó napot Jó. kívánok! A Szabadka melletti Palics gyenge turisztikai kihasználtsága már régóta téma. Mikor indítják meg a közbeszerzési pályázatot a wellness központ kiépítésére? Reményeim szerint még az idei évben, sőt nem csak hogy elindítjuk, hanem hogyha minden rendben lesz, akkor talán be is tudjuk fejezni. Ez a Palicsi fejlesztésnek a szívét jelentő fejlesztési rész. Ez egy körülbelül 9 hektáron megvalósítandó uh, nagy fejlesztés, aminek a lényegét egy hotelkomplexum, illetve egy fürdőközpont kiépítése jelenti. Van azzal kapcsolatban már érvényes döntés, elvi megállapodás, hogy ez egy nemzetközi tender kellene, hogy legyen, és ezen a tenderen kellene megválasztani, vagy kiválasztani azt a beruházót, amelyik uh, meg fogja valósítani ezt a fejlesztést. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ezek a döntések megszületnek. Meggyőződésem szerint még a beruházás elkezdése előtt egy olyan pesgés indulhat el Palicson, ami nem csak a palicsiak, hanem a szabadkaiak is már évtizedek óta várnak. Ugyanis meg fognak nőni az ingatlanoknak az értékei, meg fog nőni palics vonzereje, vonz és ez nem csak a palicsiak számára fontos, hanem mindazok számára, akik a környéken élnek, munkahelyeket tud ez jelenteni, illetve az itteni turisztikai potenciáloknak a megnyílását, kinyílását. Palics ez, ebben a pillanatban nem csak a szabadkaiaknak és a palicsiaknak fontos, hanem azt gondolom, hogy Szerbia a legnagyobb turisztikai fejlesztési lehetőségeit hordozza magában. Ez mégis egy több éves folyamat lesz, várhatóan, lehet, hogy hálátlan most beslésekbe bocsátkozni, de várhatóan mikor lehetséges ennek a befejezése? Ez egy nagyon nagy volumenű fejlesztés, az egész palicsi fejlesztési elképzelés, mint egy 150 millió eurós beruházásról van szó, hogyha a úgynevezett master tervnek minden egyes eleme meg fog valósulni. Ez egy több, több évre kiteljesedő fejlesztést jelent, de azt gondolom, hogy ez az első fázis, ez a kulcsa neki, mert hogyha ez elindul, akkor az összes többi létesítmény fejlesztése el fog indulni. Említette, hogy hotelkomplexum, fürdőkomplexum, mégis milyen tartalmakkal töltik meg ezeket a komplexumokat? Hát ez elsősorban a, a Beruházónak a feladata fog lenni, az alapfunkciók kerülnek meghatározásra, utána pedig őnek egy olyan létesítményként kell létrehozni, amelyiket meg tud tölteni látogatókkal, meg tud tölteni turistákkal. Ez az ő szempontjából fontos döntés, ugyanis mivel itt magánberuházásról van szó, egészen biztos, hogy arról fog számot vezetni, hogy mi az, ami vissza tudja forgatni az ő beruházását minél, rövid időn belül, minél rövidebb időn belül. Idén ünnepeljük a Zentai csatának a 320. évfordulóját. Alexander Vucic milyen módon vesz részt, illetve milyen módon vesz részt ebben a rendezvénynek a megszervezésében? Én arra kértem őt, hogy mint jövőbeli köztársasági elnök legyen az egyik védnöke ennek a ünnepi megemlékezésnek. Azt szeretném, hogyha rajta kívül még Áder elnök úr is vállalná a védnökséget, illetve arról beszéltünk, hogy hogy Erdogán elnök urat is föl fogjuk kérni arra, hogy legyen a védnöke ennek a megemlékezésnek, ugyanis a törökök is érdekeltek ennek a megemlékezésnek a méltó módon történő, megemlékezés, méltó módon történő lebonyolításában. A török állam a az emlékközpontnak a kiépítésében anyagi terheket vállalt magára. Vucsi miniszterelnök úr is ígéretet tett, hogy a főtér rendezésének a finanszírozása érdekében mintegy 30 millió dinárral fog hozzájárulni a köztársaság hogy valóban méltó módon tudjuk megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Emellett pedig, hát ha minden rendben lesz, akkor el fog készülni és fölállításra kerül Szavai Jenőnek a lovasszobra, a főtéren, illetve egy olyan alkalmi kiállítás fog létrejönni a Városháza tornyában, amelyik nem csak ezen az alkalmon, nem csak az ünneplés napjaiban, hanem folyamatosan az entaiak, illetve az odalátogatók számára hozzáférhető fog lenni. Tehát mindenképp épül, szépül a Tiszamenti város, ugyanakkor Zentán már évek óta gondok vannak a távfűtéssel, erről esetleg tárgyaltak-e a kormányfővel? Igen, ez volt az egyik olyan apropó, ami miatt kértem a találkozást. Valóban így van, ahogy mondja, szerintem ez már egy évtizedes probléma, amit nem lehet tovább húzni az entei önkormányzatnak ebben a pillanatban a saját költségvetésében nincsen meg a forrás ahhoz, hogy saját maga, saját erőből tudja ezt a problémát orvosolni. Ez egy körülbelül 400 millió dináros beruházás, tehát több mint 3 millió eurós beruházás. Arról beszéltünk, hogy milyen lehetőségek vannak. Mi abban is gondolkodtunk az entei vezetéssel, hogy esetleg egy kedvező hitelkonstrukció keretein belül biztosítsuk ennek a fejlesztésnek ennek a problémaorvoslásnak a finanszírozását. A kormányfő azt mondta, hogy a nemzetközi valuta alappal folytatandó tárgyalások szempontjából is ez aggályos az ő számára. Időközben annyi történt, hogy a tegnapi nap folyamán, tehát e, e, kedden, e, kedden délután volt egy e, e, tárgyalás Belgrádban, ennek a tárgyalásnak eredményeképpen most úgy tűnik, hogy a szerb kormány fogja biztosítani ezeket az eszközöket, és egy rövidített e, közbeszerzési eljárás kereteinből aránylag gyorsan döntés fog születni arról, hogy ki lesz a kivitelező, és hogyha minden rendben lesz, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ősztől az entejaknak egy megbízható fűtési rendszerük lesz, amelyik gazdaságos, és amelyik hosszú távon tudja e, biztosítani a hőellátást nem csak a mostani fölhasználóknak, hanem ezt bővíteni is lehet majd. Más jelentős beruházásokról is szó esett Vajdaság szerte, például Óbecsén és Indián várható. Valóban, Mi? Így, valóban így van, ez két olyan fejlesztés, két olyan uh, uh, gyár, amelyik uh, egyrésztről uh, munkahelyet teremt, másrésztről pedig azoknak az érdeklődőknek a segítését, akik az elmúlt hetekben, hónapokban hozzám, hozzám fordultak. Itt jelentős számú munkahely jönne létre, durva számítások szerint a két gyár fölépítésével, mintegy 700. És én arra kértem a miniszterelnököt, hogy a szerb kormány ugyanolyan módon, mint az összes többi beruházásnál, amelyik munkahelyet teremt, ezeknek a beruházásoknak is biztosítsa a támogatást. Oktatási témákról szó volt-e, esetleg középiskolai tagozatok hol nyílnak, erről mit kell tudni? Igen, ez minden évben elő szokott kerülni, mint aktuális kérdés, ugyanis minden évben külön minisztériumi rendelettel határozzák meg a középiskoláknak a beiratkozási tervét ez mindig egyezkedés kérdése, mindig politikai alkuknak a kérdése, össze kell hangolni a lehetőségeket, a rendszer racionalizálásának az igényét azzal, ami a terepen megjelenik konkrét igényként. Minden évben rá kell segíteni ezekre a döntésekre, és soha nem olyan döntések születnek, amelyik teljes mértékben kielégítik a szülőknek, illetve a közösségnek az elvárásait. Most itt elkészült egy elsődleges már ebben a pillanatban meg is hirdetett beiratkozási rend. Ebből a rendből hiányzik a mi számunkra fontos iskolák közül 13 iskola, és arra kértem a miniszterelnököt, hogy próbáljunk ezen a most ebben a pillanatban aktuális beiratkozási renden módosítani, úgy, hogy a számunkra fontos középiskolák, mint amilyen a Szabadkai Zeneiskola, vagy a Szabadkai Gimnázium, vagy az Entai Gimnázium, vagy az Adai Fémipari Iskola Központ, vagy a Futaki Mezőgazdasági Iskola, ezekben az iskolákban nyíljanak osztályok, mert van rá igény. És nyitott volt -e erre? Itt ott volt erre, látjuk majd, hogy a minisztériummal, illetve a miniszterrel folytatott tárgyalások hova fognak vezetni. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm a lehetőséget!